A múlt hét végi barók esküvő, ahol a 3 nap alatt szerény becslések szerint is legalább 15 000-en voltak. A vendégek nagy része pedig nem a városból, hanem távolabbi régiókból, sőt külföldről érkezett. Ezek a kirándulók mindjárt a városban is körülnéztek, és sokan közülük itt is töltötték az éjszakát. Ez pedig komoly bevétel a városnak is, amely épp ezekből a népszerű nyári fesztiválokból pótolná az előző évhez képest egy kicsit elmaradó első féléves idegenforgalmi adóbevételt. Arra tudunk gondolni, hogy esetlegesen a folyamatban lévő szálláshelyfejlesztések miatt ugye bizonyos kapacitás kiesik a rendszerből, de én biztos vagyok benne, hogy akik Győrben fesztiválra látogatnak, itt töltik el a szabadidejüket, azok láthatják azt, hogy rengeteg turista van itt a városban, tehát én biztos vagyok benne, hogy ez csak egy pillanatnyi és tényleg egy kisebb megtorpanást jelent. A Fröccs Fesztivál is nagyon népszerű volt, és még csak most a jövő hétvégén jön a Győri Bornapok, ami a 4 évszak fesztivál sorozat talán legnépszerűbb eseménye. Erre is mindig 10 000-ek érkeznek a megyeszékhelyre, nem is beszélve a jövő szombati Tom Jones szuperprodukcióról, amire rengeteg külföldit vár a város. Tom Jones A-kategóriás világsztárnak számít, aki egyébként ingyenes koncerteket jellemzően nem nagyon adott karrierje folyamán, úgyhogy külföldről folyamatosan csöng a telefonunk, de Magyarország városaiból is nagyon élénk az érdeklődés, úgyhogy kiemelten figyelünk arra, hogy várhatóan nagy tömeg lesz, a biztonság minden szempontból rendben legyen. Az iparűzési adóbevételhez képest elenyésző idegenforgalmi adóból az első fél évben valamivel több mint 38 millió forint folyt be a város kasszájába, az év végéig pedig 65 millió az előirányzat, amit látva a fesztiválok sikereit, könnyedén teljesíthet is a város.